A krimiamutatót a helyi közösség nagy termében tartották. Az eseményen jelen volt Lukácsi Mária, aki annak idején az Itzerben a háborús behívók ellen tiltakozó, mintegy 200 emberre főzött. Ezt kellett tennünk, hogy ellenálljunk, vagy ne adjuk meg magunkat olyan könnyen, hogy elvigyék azokat, akik nem volt szükség, hogy elvigyék, mert nem volt mié. A Kispiactól Aramhegyesig lehetett bátran is félni 1991-1992 című 200 oldalas könyvet az Aramhegyesi Faluház Alap eredetileg színesben szerette volna megjelentetni, de még fekete-fehérben is csak a helybeli támogatók segítségével tudta kiadni. Így utólag nem is baj, mert van mit gyászolni. Azt az őrültséget, amit a politikai vezetők akkor sem tudtak elfogadni, és az ellenállást még úgy sem, ahogyan mi a saját érzéseinkben ezt elraktároztuk, ugyanis szép volt, jó volt, eredményes is volt, és mégis titkoljuk. 1992. május elején a körülbelül 2000 lakosú Aramhegyesre több mint 200 behívó érkezett. Ekkor a falu asszonyainak szervezésében elkezdődött a vajdasági magyarság egyik legjelentősebb háború ellenes megmozdulása, amely külföldön is ismerté vált.